üdvözlök akkor mindenkit újra itt, ezek a heti tech hírek, és kezdjünk is a CES hírekkel, ami most volt az évben ismét, januárban szokták megrendezni Los, Las Vegasban, Los Angelesben, soha nem tudom, Las Vegasban szerintem, az évi ilyen gadget, <laughs> tehát az ilyen kütyű, reviews, uh, hát ez mi ez, ilyen, ilyen vásár, és ott szoktam minden gyártó bemutatni a legfrissebb fejlesztéseit, a legfrissebb újdonságokat. Ha megengeditek, én nem megyek azokon végig, hogy mik voltak. Gyakorlatilag, hogyha össze akarom foglalni, akkor mindenbe is belekerült az AI, mindenhol van már AI segítség, és uh, AI, röviden. Talán a kütyük tekintetében a legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb újdonság az az, uh, az nekem legalábbis. Az, azok azok a cuccok voltak, ami, ami, vannak ezek az okos gyűrűk, egyrészt ö, lányok számára kijött egy olyan okos gyűrű, amilyen cikluskövetéssel rendelkezik, szerintem az is egy izgalmas dolog, és hasonlót hozott ki egyébként a Samsung is, azt nem tudom, hogy az, annak van egy ilyen feature-e, és hogy az kifejezetten lányoknak készült-e, de nekem ez a két, ö, ez az egyik nagy újdonság volt, illetve ez, amit itt láttok is, ez egy olyan mobilokat helyettesíteni akaró kütyű, amin egy fizikális gomb, illetve tekerő van, meg egy teljesen 360-ba átfordul, 180 átforduló, 180-ba átforduló kamera. És ez a Revit 1, azaz R1 nevet viselő cucc. 200 dollárért kapható. Na nézzük is meg, hogy miről szól ez a dolog. Izgalmas, addig leveszem a zenét. Remelem, Hi everyone, talking. my name is Jesse and you I'm are. the founder and CEO of Rabbit. I'm so excited to be here today to present you two things we've been working on a revolutionary new foundation model and a groundbreaking consumer mobile device powered by it. Our mission is to create the simplest computer, something so intuitive that you don't need to learn how to use it. Okay, so what? Uh,

meg szeretnének oldani, az az, hogy túl sok alkalmazás van az Android iOS eszközökön, és hogyha valamit meg akarsz oldani, akkor hatalmas mennyiségű alkalmazáson kell -e magad átvergőd, mire meg tudod oldani a feladatot, amiben részben egyébként igazat is adok neki. Tehát, hogy maga a piaci igény mennyire valid, nem, nem tudom, meglátjuk, hogy ez mennyire fog elterjedni ez az eszköz. Minden esetre, majd meglátjátok, hogy mi minden van még benne, ahhoz képest nem olyan drága szerintem. Közben köszönöm szépen a feliratkozásokat Remultónak és x és Pazsinak is, ha még nem köszöntem meg. Jó, na menjünk tovább. To to Oké, okay, szóval egy nem mobilnak hívjuk, ez, ez, egy nem mobil, hanem ez egy társ. Oké, okay. nem creepy, hanem ez egy társ. The future of human machine interfaces should be more intuitive. Igen. ebben teljesen egyetértek. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy van benne AI, onnantól kezdve elvárhatnánk azt, hogy ez egy olyan eszköz legyen, amivel gyakorlatilag anélkül tudunk társalogni, hogy különösebb dolgot kéne csinálni, tehát nem kéne egy appot benyitni, vagy megnyomni egy gombot, vagy valamit, hanem, de hogy nézzük meg, hogy hogy működik, mert hogy azért valójában csak meg kell nyomni egy gombot. bemutatja a Rabbit One. Igen, ideig részletezi azt, hogy mi a piaci igény szerinte, hogy milyen sok applikáció van, és hogy mennyire problémás mobilokat használni. Nem vagyok benne biztos, hogy a világon mobilokat használó emberek többsége ezzel egyetért, de tényleg kíváncsi vagyok, hogy mennyire megalapozott ez a piaci igény, tehát hogy mennyire fog menni nekik ez az eszköz. Elképzelhető, hogy igazuk van. We'll Oké. Okay. Amit még itt hozzátesz, ami újdonság, tehát azt már elmondta az elején, hogy ez egy large language model alapú eszköz, amihez külön operációs rendszert írtak erre az eszközre, <coughs> és mi ezzel, ezzel az eszközzel tudunk beszélgetni, tehát gyakorlatilag, mint hogy a Chezsipiti-vel beszélgetnénk. De akkor ez miben, miben több ez az eszköz? Ez az LAM, amit ő mond, ez a LEM, ez már nem elelem, hanem ez egy large acting model, tehát ők hozzáraktak még actionöket, magyarul automatizációkat, és ez az újdonság ennek a dolognak, hogy mindjárt be is mutatja a srác, hogy ez a cucc, ez helyettünk megcsinál dolgokat. With the push ja, és gyorsan. let's give it a shot what's the nature of the reality. the nature of reality is a topic that has captivated the minds of philosophers and thinkers throughout history according to bertrand russell reality is composed of hard data derived from sensory experiences and logical analysis it is the amalgamation of our perceptions thoughts and the external world. i can speak or type with r1 if you shake r1 a keyboard will pop up. You will also know that the response speed is much faster than using some of the LM um, assistant apps with web browsing such as ChatGPT. What's the stock price of Coca-Cola? Searching for the stock price of Coca-Cola. The stock price of Coca-Cola, KO, is $59.76. Szólamít <coughs> so, amit a telefonok. OK Google valamit csinálj meg nekem, vagy ugyanez a Siri-nél, tehát ezek a segédek, ha bár meg tudják ezeket csinálni, de bizonyos actionöket, bizonyos applikációkat nem tudnak benyitni helyettünk, és így az életünk nagy részét nem tudjuk velük automatizálni. Ezt a problémát is igyekeznek ezzel megoldani, és itt a kérdés, a sikerességének a kérdése majd az lesz, hogy ezeket az automatizációkat mennyire jól teljesítik. Tehát itt, ahogy, ah, vagy visszamegyek egy pillanat, mert ez, ez volt a lényeg, ez a Szóval itt van egy ilyen webes felület, ahol a különböző applikációkat hozzá lehet kapcsolni az ő szolgáltatásukhoz, és nekik már erre van kifejezett automatizáció előkészítve, ami nincs általuk leautomatizálva, sejtem a nagy rész az alkalmazásnak, amit egyébként normál ember használ, arra te magad elkészítheted az automatizációt, betaníthatod ezt a nyuszit arra, hogy mit szeretnél csinálni, vagy mit szoktál csinálni, hogyha benyitod, ezt kell beírni, ezt kell csinálni vele, stb. Kérdés, és ez megint csak a tesztelő mondja belőlem, hogy hogy fogja azokat az eseteket kezelni ez az eszköz, amikor például az, a normál Android eszköz egy jelszót, vagy új lenyomatot kérne tőled, vagy hogy kezeli majd, mert ugye ezen, na mindegy, tehát, hogy nem tudom, hogy van-e, de ha, nincs, de ha nincs, akkor ez, ez szintén ezek ilyen ecskészek, hogy hogy fogod ezt lekezelni. Ami egyébként már majdnem a standard, majdnem minden androidos meg iPhone eszközben. Ja, na menjünk tovább. Igen. Szóval itt Egyébként csillogtak takony az órában. De hogy ami, ami érdekes ebben a dologban, most pont itt állítottam, kicsit tovább tekerem. Szóval ami érdekesebben a dolog, hogy a, a privacy említi, mert hogy ugye rögtön az a kérdés, hogy ha van ChatGPT, vagy hát elelemmel kapcsolatos dolog, akkor, akkor mivel kommunikál ez az eszköz? Tehát ez is Ez is egy api alapú dolog és valahogy, ha én jól értettem, akkor ez nem egy API alapú dolog, tehát hogy itt on device ott van a, az AI modell, és emiatt tudnak komitálódni a privacy felé, tehát hogy emiatt... Igen, tehát azt mondja, hogy ők csak egy interfészt biztosítanak, hogy te bejelentkezzél a, az adott Google fiókodba, ők nem logolnak itt semmit, elvileg szerintem on device, tehát ezen a kis eszközön van az LLM modell, de ezt eb, ebben nem tudok meggyőzni, ez akkor derül ki nyilván, amikor majd kiszállítódnak ezek az eszközök, és lehet valós teszteket csinálni velük, mert erről valahogy tudjátok úgy, mint, a, mint az elektromos autók, nem? akkor bejelentenek egy új elektromos autót, akkor hallasz arról, hogy hogy néz ki, milyen a lámpája, a lámpájáról nagyon sokat fogsz hallani, de az, hogy e, Aktuálisan, hogy valós életben mennyit tudsz vele menni, arról nem beszél senki. Tehát, vagy vagyis azt rögtön nem jelentik be, pedig ez lenne a lényeg az elektromos autózásnak is. Na ugyanez van ezeknél mobiloknál is, hogy itt ugye a lényeg az lenne, hogy most on-device van, az az LLM modell, vagy valami apin keresztül valamivel beszélget. Mert ne, nem mindegy. Ne közben olvaslak titeket is. Remultó, Há jó, sziasztok, én köszönöm, hogy vannak még értelmes magyar Twitch műsorok és streamer, streamerek a platformon. Hát én köszönöm, hogy itt vagy. Invisible Programmer, Hali, most láttam, hogy ilyen is van. Hát, ugye? Te kiírja, hogy de szerintem az elkövetkezendő egy évben akár a VVDC-n még egyéb helyeken, meg egyéb helyeken is jönnek a bejelentések, ugyanezt így a telefonok is megoldják. Egyébként a Pixel 8-on már van, tehát a Google ezt megoldotta. Azért mondom, hogy nem egy ördögtől való dolog, hogy az eszközön van a, a large language model. Ugye annyi van, hogy ezek a large language modellek szeretnek a GPU-nak a memóriájában futni, és ez a limitáló faktor. Tehát, hogyha, hogyha Megnézitek a mi volt ez a Mixtral, mix, mix tehát a, a Misztrálnak nak a Mixture of, mixture of uh, Experts variációja, azt hiszem 7 milliárd paraméterrel két 40 as GPU-n uh, fut el, ami összesen 48 gigabyte, gigabit uh, RAM, tehát hogy az nem kicsi. És most ahhoz képest, hogy mennyi, csak gondolját, gondoljátok bele, hogy mennyivel kell lebutítani ezeket a modelleket, hogy elférjen egy mobil eszköznek a ramjában az, ami ott fut. Gyakorlatilag erről van most szó. Meg arról is egyébként, hogy ki tud olyan, olyan modelleket optimalizálni, vagy úgy optimalizálni ezeket a modelleket, hogy arra a célra, amire ezeket a, ezek a felhasználók majd fogják használni, arra a célra megfeleljen, tehát ö, kiszolgálja a célakat, célokat, és mindeközben ott lokálisan fusson, és ne egy apit kérdezgessen. -e. Szia, Ma Matemen. Köszönöm szépen a feliratkozás Dani plusz Túnak túnak, Matemennek és IP-nek. Meg Remultónak. Jó. Szerintem mindenkit mondtam. Na, menjünk tovább ezzel. Szóval, hogy valahogy ez a az egyik legizgalmasabb eszköz, amit én láttam, bár nem akartam olyan eszközökről beszélni, de mivel itt, itt nagy részt AI-ról van szó, és arról, hogy az ember, tehát nem is feltétlenül az eszközt árulják itt, hanem itt valójában egy olyan szoftveres megoldás van mögötte, egy operációs rendszer, egy large language model, ami izgalmas ami nem szokványos, nem konvencionális, és egy olyan problémára ad megoldást, ami lehet, hogy van, lehet, hogy valid. Valószínűs, Valószínűsítem, hogy azért csináltak piackutatást, tehát azért megnézték, Best hogy van-e van -e ezzel probléma. De itt megmutatja még a funkcióit, hogy milyen. ugye lehet visionnel oh, is kommunikálni, mint, mint a normális uh, chat GPT-vel, tehát a GPT 4 is lehet így képekkel kommunikálni, ezt is tudja. Igen. Hát, szóval koncentráltak arra, hogy hatalmas feature-öket fejlesztenek ebbe is bele. Nice, um, nice, nice képgenerálás, tehát hogy gyakorlatilag minden, minden más az kb. ugyanaz, mint hogyha egy ChatGPT lenne ott a zsebedben, annyival nem hoz többet, annyi, hogy nem olyan drága, tehát ugye, ugye ami, ahova, ez is érdekes, hogy hova helyezik el magukat, mert ők azt mondják, hogy ami, hogy ők gyakorlatilag egy ilyen Alexa Dash, meg hogy ez a, mi ez az a Amazon Echo, vagy tehát, hogy kell, kell, ezek az okos speakerek közé helyezik magukat, és hogy annál mutat többet, hogy ezt te el tudod vinni a zsebedben is. Ami érdekes, hogyha így pozícionáljuk magát ezt a szolgáltatást, vagy ezt az eszközt. Minden esetre ez valahol ezek a szokos beszélő speakerek és a mobil eszközök között van, ami én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent felforgathat, nyithat akár egy teljesen új piacot is, és tök izgalmas irányba viszi el ezt az egészet. Főleg azért, hogy tehát azt mutatja, hogy milyen alternatív, nem szokványos, nem konvencionális módokon lehet használni az AI-t, vagy lehet beépíteni az eszközbe az AI-t. Tehát nem csak az, hogy van egy már meglévő eszközöd, és azt mondod, hogy innentől beépítettük az AI-t, tudsz vele beszélgetni, és szuper, köszi. Nem biztos, hogy volt rá igény. Itt látom azt, hogy valami igényt próbálnak megválaszolni, ami a piacon, hát vagy valid, vagy nem. Ez majd nyilván abból fog kiderülni, hogy ez mennyire lesz sikeres ez az eszköz, illetve hogy a nagyobb gyártók erre a erre az irányra mennyire ugranak rá. Tehát, hogyha azt látjuk, mondjuk a következő fél évben, egy évben, hogy hasonló eszközökkel rukkol elő a Samsung, vagy a, az Apple, akkor valószínűleg volt benne kurázsi, akkor valószínű van piaca ennek a dolognak. Na, úgyhogy gondoltam ezzel kezdeni. Nektek hogy tetszik ez az eszköz? Na nézzük azt, remúltó írja, hogy full off topic kérdés a részemről, amely Tudom, hogy nagyon széthúz az emberi vélemények terén, de érdekel a te véleményed. Az elmúlt időszakban Amerikában két kongresszuson is három katona elmondta az igazságot az UFO kraftokról, és idén elvileg a világ elé fogja tárni a NASA és a Pentagon a titkokat. Szerinted ez mekkora technológiai robbanást fog jelenteni? Sziasztok, mondja Szales. Sziasztok. Hát nézd, ez... Egyrészt mindig egy tehát, hogy azt tudjuk, hogy a, az amerikai iparban a legnagyobb fejlesztéseket mindig a DARPA csinálja, és ha már ezt felhoztad, akkor egyébként hoztam ezzel kapcsolatban is egy egy hírt, de ezt majd talán később ö, gondoltam mutatni. Várjál, ezt hoztam én. Végül. Aha. Tudod, mit negyünk -e rá erre? Van egy olyan mondás is, most nem fog eszembe, hogy pontosan ki volt az az okos fickó, aki ezt mondta. A neve nem jut eszembe, de hogy minden olyan technológia, amit nem értesz, az a varázslathoz közelít. Tehát, hogy én azt gondolom erről is, hogy persze mondhatjuk azt, hogy UFO, meg nem tudom. Valójában itt valószínűleg olyan technológiákról van szó, amit mi még nem értünk, viszont ők már évtizedek óta kutatják, és vannak eredményeik. Mint mindig, ez a haditechnika ebben az élen jár. Mert hogy arra általában van több pénz, és azt kutatják. Tehát, ha megnézed, hogy a szuperszámítógépek közül hol van a legtöbb szuperszámítógép, akkor például a Kínának elég sok van. És ott is a kérdés az, hogy mire kell egy szuperszámítógép. Hát nem arra, hogy Minecraft rája, rajta, hanem elég komplex számításokat végeznek, amivel ha valószínűleg hadi technikai előnyökre tudnak szert tenni, és olyan kutatásokat tudnak támogatni, mint például az ilyen repülő amiben nincsen mozgó alkatrész elvileg. Úgyhogy ezek is, szerintem ezek érdekesek. Szerintem ezek azok, amik előrébb viszik egyébként a társadalmat, mert hogy világszinten technológiai társadalomban élünk, és ez azt jelenti, hogy akkor, amikor egy ilyen technológiai fejlesztés jön, legyen az akár egy AI, vagy legyen az akár egy ilyen repülő, vagy legyen az akár a darpán belül feltalált belső hálózat, amiből aztán kinőtt az internet, az mindig hosszú távon általában megváltoztatja, nem mindig, de általában hosszú távon megváltoztatja a világot. Úgyhogy röviden ezt gondolom erről, hogy ha lesznek és vannak is ilyen újdonságok, amik technológiai újdonságok, akkor valószínűleg azok, azok változást fognak hozni az életünkben, hogyha nagy dolgok, hogyha technológiailag használható dolgok, én nem gondolnék semmilyen összeesküvés elméletetem mögé a dolog mögé, tehát hogy minden, ami ilyen, ilyen varázslatnak tűnik, az általában megmagyarázható ö, racionális fizikai dolgokkal. Hoztam nektek egy ilyet. Ö, ismét történt pár elbocsátás a nagyobb cégeknél, és hogy ez, a kérdés ugye az, hogy ez miért hír. Hát ö, azért hír, mert hogy a Google, a YouTube. Egyébként az Apple is most januárban, ha jól emlékszem, Telefonika, Xerox, Unity, mind elbocsátottak embereket. És a kérdés az, hogy miért. Ugye előző évben lehetett azt látni, előző évben nagyon-nagyon nagy léjofok voltak, itt látjátok a számokból is, hogy melyik hónapokban azért elég sok ember. Tehát azért 50 ezer embert elküldeni az IT-iparból, az nem egy szokványos dolog. És ugye, az tudva levő volt, hogy az előző évben nagyrészt azért történik, mert hogy az elmúlt években könnyű pénzt kaptak a tech cégek is, tehát, hogy viszonylag alacsonyak voltak a kamatok, emiatt olcsó volt erőforrásokat fölvenni. És most, amikor majd fölmentek a kamatok, amit, a, amit Amerikában egyébként a fed bármennyire igyekszik vágni, nem nagyon fog neki menni valószínűleg. Muszáj volt megszabadulni az emberektől. Tehát ez volt az előző évben benne. Viszont előző év, ahogy itt a csatornán is sokat beszéltünk róla, nagyrészt az AI-ról szólt. És az AI-ban viszont voltak olyan újdonságok, amiket a piac kezdett megszokni. Tehát most már lassan mindenki megszokta, hogy a chatgpt t lehet használni bizonyos feltételek teljesülése mellett, tehát hogyha például az apit használod cégesen, akkor ez egy teljesen legit dolog, mert hogy ott ők nem tanítják be az apin keresztül a modellt magát elvileg. Um, és ez hozott egy olyan eredményt, hogy az év végére, és én ezt tartom valószínűleg, például a Google-nál, az Amazonnál, olyan helyekről küldtek el embereket, ami pont, hogy az AI területe volt, mert hogy valószínűleg azokat a saját belső csapatokat, ami ezzel konkurált, ezekkel a termékekkel konkurált volna, ők elkezdték leépíteni, és azt mondták, hogy hát igazából akkor nem építjük ezt tovább, hanem akkor használjuk mi is a chatgpt t és cső. Valószínű ez az, amit itt már idén lehet látni. Én ezt sejtem legalábbis ezek mögött a fog mögött, mert most már annyira gazdaságilag nem indokolja. Tehát most nem tudod megindokolni csak ezzel, hogy akkor fél évente leépítesz, nem tudom mennyit épített le a, Google, de kb. megint egy ilyen pár ezer embert, hogy oké, okay, szar a gazdaság, akkor fél év múlva megint ki, kirúgok egy pár embert. Mert azért egy nagy tekóriásnak, mint a Google, vagy a Meta, vagy az Amazon, nem hiszem, hogy annyira rosszul menne, hogy fél évente embereket kéne kirúgjon. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy próbálják optimalizálni a költségeket, és ezáltal nagyobb nyereséget elérni, vagy optimalizálni a nyereséget. És ö, <kül> hát ami, ami izgalmas ebből tényleg az ez, hogy szerintem az idei évben már ezt a trendet fogjuk látni. Azokból a cégekből várnék én elbocsájtást, vagy azokból a cégekből várnék én nagy. Ö, ilyen felmondási hullámot, vagy elbocsátási hullámot, ahol az AI valamilyen szinten helyettesítheti ezeket a munkákat. És az AI alatt most teljesen konkrétan az LLM, tehát a large language model alapú agenteket értem. Hoztam még ezzel kapcsolatban egy-két cikket. A Google, az Amazon, és itt az Amazon főleg az MGM studio Mit csinálok, hogyha, jaj ne, oké. Okay. Na mindegy. Szóval az Amazon is elküldött embereket, és főleg olyan területről, ami szintén egy ilyen AI terület. A ChatGPT most már elérhető a teams ami szerintem elég nagy változásokat fog hozni, és főleg azért, mert hogy gyakorlatilag hozzáfér azokhoz, az adatokhoz a teams amit ha van egy adott cég, és a Teams-t használja, akkor a Teams-en belül a belső Excel táblák, a belső kutatási anyagok, a belső prezentációk mind elérhetőek, és akkor lehet kérdezni a chatgpt t ezekről az adatokról. Ami elég hasznos, hogy hogyha belegondoltok, nagyon sok mindent ö, lehet vele automatizálni. Megint kérdés a privátszféra, megint kérdés, hogy ezt hogy használják. Ugye elvileg ezen nem tanítja be az, a modellt az OpenAI, de az OpenAI ugye arról is híres, hogy nem annyira sok mindent osztanak meg arról, hogy hogy működnek ezek a modellek, tehát a belső működésükről nem sokat tudunk. És akkor itt természetesen hoznak százalékokat, hogy mennyivel jobb lesz az élet attól, hogy ott van. Hát nem vagyok benne biztos. Tehát hogy ez szintén szerintem egy olyan trend felé vezet, amit mondtam a léjófoknál is, hogy oké, okay, ha ott van a ChatGPT a Teams chatben, és meg tud válaszolni helyettem kérdéseket az alapján, amit én amúgy csinálok hétköznap, akkor kérdés az, hogy ez a chat ez hány vagy mekkora részét a munkámnak fogja elvenni. Ugye? Csege 54, köszönöm a feliratkozást, és Idikó, köszönöm szépen neked is a feliratkozást. Ticmix, ez már minden régióban elérhető? Teams plusz ChatGPT? Egy pillanat. Elvileg nem. Mert ugye ez is szabályozás függő. Van, ahol a ChatGPT-t sem engedik. Én azt gondolom, hogy Európában még nem. Szerintem Európában még nem, még nem elérhető, de ugye az csak annak a kérdés, hogy mikor egyeznek meg az adott országvezetés, vagy hát a szabályozás szabályhozókkal. A technológia elérhető. Úgyhogy innentől kezdve már csak én azt gondolom, hogy hetek vagy hónapok kérdése, hogyha nem elérhető itthon. Én személy szerint Teams-t nem szoktam olyan sűrűn használni napközben, úgyhogy ezt még nem láttam, de ugye se az, az se mindegy, hogy milyen Teams előfizetésed van, ez a Teams enterprise ba van benne. Perduri írja, hogy szerintem a ChatGPT inkább segít, mint elveszi a munkádat, hiszen amit csinál, az közel sincs a tökéleteshez, muszáj egy embernek átnézni és átjavítani. Igen, ez így van. Ezzel teljesen egyetértek. <kül> Emellett egyébként a Sam Altman a ChatGPT 5-ről beszélt uh, Bill gates ami egy ilyen nagy promó volt. Ez az első, hogy erről beszéltek így nyilvánosan, hogy akkor igen, van egy következő modell, ami ki fog jönni, és akkor elvileg a Bill Gates ki is próbálta, és arról beszéltek, hogy ez hogy fogja megváltoztatni az életünket. Hát, még mindig nem vagyok benne biztos, hogy a problémáink nagy részére, tehát most egy általános emberi problémának a nagy részére megoldás lehet egy nyelvi modell. Én ezt még mindig nem gondolom feltétlenül helyesnek, és ugye hozzátév, hogy ezek még mindig leegyszerűsítve ugyan, de mindig hatalmas if-else elágazások, csomó-csomó adattal, felturbózva. A helyessége az még továbbra is Hát nyilván meg, meg, lehet közelíteni az emberi szakértőket, tehát ezt a 89-90 százalékos helyességet bizonyos témákban, hogyha helyesen fine tunolod, és akkor már azt mondható, akkor már az mondható iparilag rá, hogy jó, hát akkor is, hogyha olcsóbb, akkor helyettesítem bele az embert, és olcsóbb, de megbízható-e annyira? És hozzá teszem azt, hogy hamarosan tényleg el kell kezdeni beszélni arról, hogy mik azok a munkák, mik azok a területek, mi az a szerepkör munkában, amit nem hagyunk, hogy egy AI csinálja. Amit nem csinálhat egy AI, mert mindig egy embernek kell csinálnia. Na, úgyhogy hát ez volt az egyik így chat GPT-vel kapcsolatos AI hír most az elmúlt időszakban, amiről talán kevesebbet hallottatok, az, az SSM nevezetű modellek, ez a State Space Models, azok közül is volt egy, ami mostanában egyre nagyobb hype kap, ez a Mamba. Amit itt most láttok, ez a Hacker News-os beszélgetés erről, ami egy azért érdekes dolog, mert itt szintén, amit mondtam is, hogy a Hacker News-ban én ezt szeretem, hogy ő, ők rögtön linkelik a kutatásokat, a Mambának a GitHub oldalát, itt a kutatási papír, és itt vannak hozzá adatok, itt látjátok, hogy hogy működik maga ez a modell, ami nagyrészt más kép kezeli az adatot, mint a large language modell. És ugye a hír az arról szólt, hogy a Mamba outperf outperforms, tehát hogy felül teljesíti a transformereket, tehát a mint átalakító modellek, mint a large language modell is everywhere we try, tehát minden területen. Ebben nem hiszek, hogy minden területen, de van olyan terület, amiben igenis túl tudja teljesíteni. Nagyrészt arról szól a thread, hogy összefoglaljam nektek röviden, hogy, hogy nagyrészt a videók, azok a terület videó, illetve audio fordítás, vagy ennek az összefoglalása, azok a területek, amikben jók ezek a modellek, de abszolút érdekes nézni és látni azt, hogy nem csak a large language modellek uralják a piacot most már, hanem kezdenek megjelenni másfajta modellek is a köztudatban, mint például ezek a state space modellek, illetve amit a tavaly év végén láttunk, ez a Q, ami szintén egy ilyen másfajta modell. És itt már ugye nagyon hirtelen, nagyon gyorsan mélyül a víz, mert megjelennek ezek a szakmai cikkek és kutatások, amit hogyha valaki meg akarja érteni, hogy ez valójában micsoda, és hogy mit kell róla tudni, akkor talán egy... Szóval ez. Elvileg ez a kutatás az, ami egy ilyen általános intrót adhat ahhoz, hogy milyen, és hogy, hogy működnek ezek a state-space modellek. Hát ugye van vannak azok, akik ezt kutatják, és én azt gondolom, hogy ezzel nekünk akkor érdemes foglalkozni, hogy ezek a modellek tényleg akkor a teljesítményt tudnak ö, leadni, vagy akkor a teljesítményt tudnak biztosítani, mint a jelenleg lévő large language modellek. És, abban az eset, és hatékonyabban, ugye ez a nagy kérdés. És abban az esetben viszont ö, akkor tényleg kell foglalkoznunk ezzel, hogy meg is értsük, hogy ezek hogy működnek. Erre az esetre tároljátok majd ezt, el ezt a linket, és ha úgy akkor ide visszatérünk még. Egyre több esetben jelennek meg az Amazonon ezek az AI generált könyvek, illetve a könyv review-k is, ami elkezdi rontani a minőségét mind a könyveknek, mind a könyv review-knak. És ezt elég nehéz kordában tartani. Ha csak erre gondoltuk, ha csak a TikTokon rákerestek erre, hogy side Hustle és, és Generai e-bookot ChatGPT segítségével milyen jó lesz, mennyire fogják szeretni, és közben arra nem gondolnak, hogy egy olyan piacot, ami több évszázada létezik, a könyvek piacát, egy-két év alatt erodálnak, a nullába, csak azzal, hogy a megbízhatóságát, a minőségét lerantják. Azt gondolom, hogy ha valahol, akkor a digitális könyvek piacán várható először az, hogy meg lesz különböztetve az AI-generált tartalom az emberek által generált tartalomtól. Úgy, úgy, ahogy a hollywoodi írók és forgatókönyvírók sztrájkoltak ezért, hogy meg legyen különböztetve, és hogy ki legyenek ők emelve, hogyha valamit ők írtak, és hogyha valamit egy, egy AI modell írt. Ugyanúgy gondolom, hogy ez az e is lesz hasonló, vagy kell, hogy legyen hasonló, hiszen ez az egész piacot képes lerombolni, a piacnak a minőségét képes lerombolni. Invisible program, végig végigolvasom, miket írtatok, elég sok minden történt itt. Uh, az AI generált könyvektől nem félek, azt írja IP. Ez egy meglepő üzleti modell. Hát, meglévő, bocs, szemüveg, szemüveg. <kül> szóval, ez egy meglévő üzleti modell. Most kicserélték az 5 dolláros indiaikat AI-ra egyébként. Aha. Évekkel ezelőtt láttam olyan videót, hogy az hogy az az üzleti modell, hogy havonta kiad 50 könyvet. Hát mondasz valamit amúgy, csak ugye azért a minőség más az ai mint egy indiai erőforrásnál, vagy indiai nem erőforrás. Minek mondjuk ezt szebben kollégánál? Aki ha bár mondjuk megír egy témáról egy könyvet, de lehet, hogy finger sincs arról, hogy mit, miről írt, mint amikor az indiai kollégák itt voltak. Átvenni a munkát, és megkérdezték, hogy miért délben megyünk ebédelni. És mondtuk, hogy azért, mert az elmúlt pár száz évben ez volt a szokás. Így Európában nálunk. És azt így, tehát, hogy ezeket nehezen tudod elmagyarázni nekik, úgy, ahogy a könyvekben is átjön az, hogy ez nekik ez, ez nem megy át. Úgy, hogy te se érted meg, hogy náluk miért működik másképp az élet, és ugye ezt is abszolút tiszteletben kell tartani. Csak hát. Meg kell érteni azt, hogy az outsourcing modellek ezért nem működnek, vagy nagyrészt ezért nem voltak sikeresek, és nagyon sok cég ezért döntött a NIR sor mellett, mert ugye Indiába outsourcolni hosszú távú költségekkel jár, amit később fizetsz meg azáltal, hogy nem veszed figyelembe ezt a kulturális különbséget. Szóval, átnéztük akkor a Mambát, volt szó az AI-book könyvekről, könyvekről, könyvök. Ö... És van még egy AI hír, amit hoztam nektek. Van egy olyan fajta sérülékenység majdnem minden large language modellben, és ezt is kutatással támasztották alá. Ez az Anthropic csinálta ezt a oh, Oristen kutatást. Uh, arról szól, hogy ez ilyen mi is a pontos megnevezése, várjatok: AI poisoning és sleeper agents generation. Tehát gyakorlatilag olyan sleeper, agenteket lehet generálni. Az a hogy amikor tréneled, tehát betanítod ezt a large language modellt, akkor tudsz neki olyan működést betanítani, amivel ö, nem jó szándékú működést tanítasz meg neki, és azt mondod, hogy ha valaki ettől a cégtől ilyen adatokat küld, akkor küld már el nekem amúgy e-mailben. Na és erre csináltak egy kutatást, az antropiknál ez maga a kutatás, elég sok név van benne. És ez egy tavalyi dolog, és valid a story. A legtöbb large language modell sebezhető ebben a témában. Ez azt jelenti, hogy sikeresen reprodukálták, tehát hogy ha betanítod egy ilyen dologra a large language modellt, akkor elküldi az adatokat. Ez azt jelenti, és ezért mondtam ilyen sejtelmesen, hogy ugye elvileg nem használja a cégek adatait a, az OpenAI sem, mert hogy erre valószínűleg az OpenAI is sérülékeny, és erről viszont nem nyilatkoztak, hogy hát mi ezt úgy védtük ki amúgy, mert ugye nem tudjuk azt, hogy milyen adatokon lett betanítva. Erről nagyon nagy ö, titoktartással nem beszél senki, és csak találgatások men mennek, ö, úgyhogy akkor, amikor a chat GPT-vel, vagy bármilyen AI modellel kommunikáltok, akár céges adatokat osztatok meg, még akkor is, hogyha a cég azt mondja, hogy elvileg az privátan van kezelve, legyenek fenntartásaitok, mert ez továbbra is egy nyitott sérülékenység, és ez azt jelenti, hogy ha ők akarják, akkor taníthattak be neki olyan modellt, olyan működést, amivel vagy ők, vagy más entitás kap hozzáférést azokhoz az adatokhoz, amiket ti megosztotok a Large Language modellel. Nagyjából ennyi volt az AI percek, az AI hírek, és hoztam még egyéb híreket is a mai napra, hogy hogyan tudjátok törölni magatokat az internetről. Ugye vannak, vannak ilyen extrém gondolatai néha az embernek, ha vannak, hogy mi, mi lenne akkor, hogyha én teljesen törölném a virtuális identitásomat az internetre, vagy hát a virtuális lábnyomaimat, vagy hát nem feltétlenül, lehet akár nem feltétlenül mindent akarsz törölni, csak bizonyos dolgokat. Hogy tudod ezt megtenni? Meg tudod-e ezt egyáltalán tenni? Legtöbbször ez egyébként cégeknél merül föl, tehát nem feltétlenül magánszemélyekre gondolok elsősorban, hanem cégekkel történik valami, és azt szeretnék, hogy ez, ha ki is került, akkor ne legyen hosszú távon nyoma. Például legtöbbször általában, hogyha meg van a cég, és kiderül róla, hogy minden adat, ami létezik, az kikerült, akkor sokszor van, hogy próbálják ezt a cégek eltusolni, és azt mondják, hogy nem is úgy volt, igen lett, volt egy kis hekkecske, de annyira nem volt vészes. A um, nézem közül mit írtatok? Az utolsó language modelles hírrel kapcsolatban most kezdeném, most kérdezném, hogy ki az a hülye, aki szenzitív adatokat bíz az AI-ra? Ó, oh, meglepődnél de több helyen láttam olyat, hogy gyorsan fog infót adni, ráeresztjük a céges slack Pontosan ez történik. Igen. ASF-et senki nem olvas el, én sem. Hát, és van egyébként. Tehát, hogyha megnézed a gpt nek az ASF-jét, akkor kb. annyit látsz, hogy hát biztosítunk neked egy gpt t de hogy hogy kezeljük az adataidat, privátok maradnak, jó? Köszi. Tehát, hogy kb. ennyit nem fogod megtudni, hogy Annyit most januárban adtak hozzá, annyit, hogy Írországban vannak az EU-s adatok. Igen, Írországban hol, melyik cégnél, ki hogyan, meddig, tudod-e törölni? Tehát hogy ezek a kérdések továbbra sincsenek megválaszolva. Próbáld már meg létsz egy e-mail-el e megkérdezni tőlük, hogy tudod-e törölni azokat az adatokat, amiket eddig be tápláltal a chatgpt be Tehát, hogy ezek mind olyan kérdések, amiket próbálnak a jogászok ugyan feszegetni, de mivel ezek nagyon nagy cégek, és hogy az OpenAI is már eléggé nagy cég lett ahhoz, hogy elég nagy és jó jogászokat bérelnek fel, meg tudják védeni magukat. <kül> és megtehetik azt, hogy addig, amíg nem muszáj, nem mondanak ennél többet arról, hogy hogyan kezelik az adatokat valószínűleg nem helyesen. 50 felett tök ügyesen megoldják. Kírják Facebookra, hogy megtiltják az adataik kezelését. Pontosan, és ez egy nagyon jó megoldás. Vagy küld el az összes ismerősödnek, hogy hogyha ezt nem törlöd, vagy nem küldöd el minden ismerősödnek, akkor törölni fog a Facebook. A rutin meg az évek, ők tudják mit és hogyan kell. Igen, így van. Szóval, <coughs> how to delete your data from the brokers. Erről szól ez a cikk, és ez is egy januári cikk itt fellistázza azt, hogy milyen brókerek vannak, akik kereskednek az adatokkal. Ezek azok a cégek, akik a nagy cégek között közvetítenek adatot. Mert hogy azt ugye lehet tudni, hogy ami van digitális lábnyomunk, amit egyébként az Android és iOS eszközök is közvetítenek, vagy követnek és közvetítenek, anélkül, hogy egyébként feltétlenül konzented hozzájárulást adtál volna, vagy hát már a bejelentkezéssel hozzájárul, hozzájárulsz ehhez. Na ezt ezek a cégek közvetítik, a Big Tech cégek között elvileg, de ugye ami volt a Trumpos amerikai választásra kapcsolatban derült ki az, hogy ezt nem csak a cégek felé közvetítik ezek a cégek, hanem kormányok felé is, és így kormányoknak például lehetőségük van arra, hogy megismerjék a választóikat elég közelről, és megtudják azt, hogy milyen kinek, melyik eszköznek milyen preferenciája van, vagy melyik eszköz használójának milyen politikai preferenciája van, és az hogy változik, melyik írhatására. Ez egy nagyon érdekes dolog, nagyon érdekes kérdés. Na a lényeg az, hogyha valaki, és nem akarok belemenni, de hogyha valaki esetleg az adatait, vagy az adatainak egy részét szeretné az internetről törölni, akár személyes, akár céges, akkor érdekes, hogy mennyi világfájdalmat kell átélnia, mert az se egy egyszerű történet, és viszont van olyan szolgáltatás, ami segít ebben, ha bár nem kompromisszummentes a dolog, de működik, úgy tűnik. Úgyhogy erről szól ez a cikk, és talán szerintem a mai streamet zárjuk ezzel, vagy a mai videót zárjuk ezzel. Köszönöm nektek, hogy mind itt voltatok a mai nap, Szerintem szintén egy izgalmas hónapon vagyunk túl, hogyha a tech híreket nézitek. Én várható az, hogy ezekkel a hírekkel hetente fogok tudni jönni. Szeretnék ilyen blokkos dolgokat hozni, tehát valószínű hozok mindig valamit az AI-ról, valószínű valamit a Big Tech-ről, és valami egyéb dolgot is. Kb. ilyen egy órás tartalmakban gondolkozom, aminek a nagy része, ugye a hír része, az ki is fog kerülni utána a YouTube-ra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a mai nap, jó munkát kívánok mindenkinek. Ennek a videónak a felvétele majd a csatornár valószínűleg később pénteken kerül ki. És hát akkor jó munkát a hétre, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!